Létezik Magyarországon egy szélsőséges szervezet, amelyik büszkén hirdeti magáról, hogy országszerte megfélemlít általuk bűnözőnek tartott romákat. A betyársereget bárki megrendelheti a fajnemesítés@gmail.com címen, ha konfliktusait nem jogi úton, hanem megfélemlítéssel, zaklatással szeretné rendezni. Gulyás Róberték a betyársereg 3 hónapnyi folyamatos zaklatása után a TASZ-hoz fordultak jogi segítségért. Akik halálos fenyegetéseket tesznek, azok a Gulyás család tagjai, amikre természetesen bizonyítékaink vannak, nem csak nekünk. Több embert megfenyegettek, megdobáltak kővel, amiről szintén vannak bizonyítékok feljelentés formájában. Önök szerint a Gulyás család az, aki fenyegeti a falubeli embereket? Igen. A falubeliek szerint Gulyásékra a betyársereget helyi haragosuk szabadította rá, falopással és erőszakos cselekményekkel vádolva az egyébként tüzelőfa kereskedelemmel foglalkozó családot. Gondolom, neki személyes ellentéte van a Robiékkal, illetve valószínűleg a Robi családjával, amit ő most úgy próbál beállítani szerintem, hogy az egész falunak van velük gondja, pedig szerintem nem így van, meg én nem ezt látom. Mert ez nyílt titok, hogy ő fogadja fel ezeket az emberkéket, tehát ő keresi, hogy én zúgtálják. Kíváncsiak voltunk a helybeliek véleményére is a Gulyás családdal kapcsolatban. Nem is kötözködnek az életben, nem is kötözködtek soha. Én csak jót tudok róluk mondani. Én nagyon jó embereknek ismerem, családja, gyerekek, a gyerekhez való viszonyait, jó neveli a családja. Csendes, békés emberek, nyugodtan élnek. A betyársereg tagjai rendszeresen arra hivatkoznak, hogy csak kikapcsolódni járnak a faluba, nincs szózaklatásról. A falu végén vannak valami bérleménye, vagy tehát nem ő miattuk jöttek ide, egyszerűen ide jöttek bográcsozni. Itt van egy kis házunk, nagyon csendes kis környék, el szoktunk ide jönni haverokkal, a városi srácok, kikapcsolódunk itt. Tehát mi aztán is szóval nem bántottunk soha senkit. Megjelent egy újságcikk a falopással kapcsolatosan, majd ez a betyársereg a tájszépsége miatt, meg egyebek miatt itt volt. Itt vagyunk, jelen vagyunk, sokat járkálunk a környéken, gazdálkodói szemmel is körülnézünk, mert többek vannak közöttünk, akik gazdálkodni szeretnének. A betyársereg tagjai rendszeresen Gulyásék portája előtt parkolnak több órán keresztül, és kamerázzák házukat, fenyegetően mutogatnak nekik. De nem csak Gulyásék érzik magukat fenyegetve. Mindig hallok róla, amikor ez az intrúzus megtörténik, tehát fotózzák, oda mennek a lakásuk elé. És hát múltkor is ott voltak, mikor Bélapát falváról hívtam ki a ügyeleteseket. Volt több alkalom olyan is, hogy a gyerekek jöttek iskolából, leszálltak a buszról 4-5-kor, azt még be nem értek a kapun, addig kamerázták őket. Szemből hallottam, hogy féltek, a Gulyásék tudom, hogy félnek. A gyerekek nem mernek pizsamába aludni. Van mikor a cipő... Hát ma ott vagyunk, van a 10 éves, a fiú, Robika. Már most azon gondolkodom, hogy valami szólogósa kéne vinni. Már nagyon benne van. Az, hogy ma cipőt nem kell levetni estére. Lassabban megy a kocsi, ma mindenki az ablaknál van. És van, amikor úgy jönnek estől, maszkok van a fejükön, váltakoznak nekik a kocsik, meg így léptek begyönnek, ott félünk, mink is este már ki sem merő gyönyeket. Odaállnak, ahogy én itt játszok a gyerekekkel, és elkezdik, hogy a kurva anyádot ma meghaltok, akkor szopjam ki jóformán a faszokat, útja, és elkezdenek fenyegetőzni. De ez minden áldott nap így megyen, hogy a Csaba itthon se nincsen, és megállnak és fenyegetőznek. Jó napot kívánok, én Váradi Mária vagyok Szúcsról. A betyársereg tagjai megint itt voltak a kapu előtt, és bekiabáltak, hogy a mai nap folyamán megölnek bennünket. Igen. Ma több feljelentésünk van. Írásban? Igen. Értem, de itt vannak a fa... Mert falu végén vannak. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm vissza. A lényeg az, hogy ne szóljunk nekik vissza. A TASZ próbálja a rendőrséget cselekvésre bírni, az ügyészséghez is fordult. A közbiztonság fenntartása és a bűnüldözés kizárólag a hatóságok, nem pedig erőszakszervezetek dolga. Az borzasztó, hogy a gyerek félelemben él.
de a bűnözést sem lehet engedni. Az sem megoldás véleményem szerint, hogy itt a rendőr lófa se csinál, bocsánat, meg a betyársereg félelembe tartja itt a jó népet. Itt a közbiztonságot valamilyen más úton, módon kell elérni. De ezt nem mi fogjuk megoldani, ezt föl meg kell oldani. Ha bűnöző valaki legyen börtönben, becsülettel dolgozik, akkor legyen helye a társadalomban. Ez a kis falu valamikor jobb volt, de most mindenki csak egymást figyelgeti. Mindenki csak egymást figyelgeti.